Jubileumok könyve 15-ös fejezetben Jahua Elohim megköti szerződését Abrahammal. Ez Beresit 17-es fejezetnek felel meg, és párhuzamosan halad a kettő egymással egészen, a, míg véget nem ért Beresit, aztán majd átérünk egy másik fejezete, de nagyjából ez a kettő lesz jubiláumok 15. barasít 17. És ezen jubileum 4. hetének 5. évében, a harmadik hónapban, a hónap közepén abram ünnepelte a Gabona Aratása első zsengéjének ünnepét. Ez sem ott 19.1. így szól. A harmadik hónapban aztán, hogy kijöttek vala Izrael fiai Mészraim földéről, azon napon érkezének a sínai pusztába. Amelyik napon kijöttek, ezt meg fogjuk nézni, ez a hónap közepe persze, hisz arról beszél, hogy azon napon, amikor kijöttek, ez sem ott 13-4. Ma mentek ki az Abib hónapban. Az első hónap, Abib, aztán az előző fejezetben 12.2-től így szólja: hua. ez a hónap legyen nektek a hónapok elsője. Első legyen ez nektek az esztendő hónapjai között. Abib az első hónap, ami nálunk március közben, április közepe. Hatos vers. És legyen nálatok ez a bárány, a tizedik napon, mikor ezt vették, e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Israel községének közösségének, vagy közösségének egész gyülekezete nem. Tizennegyedik nap este megölik ezt a bárány. 12. Mert által megyek Mitzraim földén, ezen az éjszakán, a 14. nap éjszakáján megy át. Megöl minden elsőszülöttet és legyen ez a nap nektek emlékezetül, és ünnepnek válasszátok külön azt, hogy nemzetségről, nemzetségre, örök rendtartás szerint. Ez Pesach. 18. Az első hónapban, a hónapnak 14. napján este egyetek kovásztan kenyert, a hónap 21. napjának estéig. 14 estétől kezdődik, az Pesachal, és utána eltartodja a 21. napig. 29. Lőn pedig éjfélkor, hogy megölje a minden első szülöttet Mitzraimnak földén. Kivétel nélkül. 14. nap éjfélkor. Föl kell -e fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái egész Mitzraimban, és lő nagy jajgatás Egyiptomban. Ez Lail éjjel vagy éjszaka. Hívja Mósét magához. Éjszaka. És mondja, hogy keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, minti mind mint fiai, és menjetek szolgáltok Jahuának, amint mondátok. Évpélkor meghallak. Fel kell éjjel. Meg tudja szól nekik, és elkezdenek kivonulni. 33. És az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet mentő hamarabb kiküldhessék az országból. Minél hamarabb menjenek kifelé az országba? 41-42. És lőn a 430 esztendő végén. Ugyanazon a napon, hogy Jahuának minden serege kijön Mitzraim földéről. Jahua tiszteletére rendelt éjszaka ez. Pesach éjjele. Ez az éjszaka, amiről beszél. Elkezdődik éjféllel, figyelmeztetik őket, megkezdődik a kivonulás, 15-ére kivonulnak Mitzrayimból. Éjfélkor szólt nekik, több millió emberről van szó, ugye 600 férfi, plusz a nők, gyerekek és az elegy nép, meg az állatok, az nem fog kivonulni onnan jóra alatt. Elkezdődik éjjel, kivonulnak, és 15 napra é, kimennek onnan. Bikorim a Pesach utáni első, első nap. Na bocsánat, a kovásztalan kenyér utáni első, első nap. Vége az ünnepnek, azután van egy sabát, és az azutáni első nap, ez Bikorim. Onnantól kezdve 7 7 és az 50. nap, az van most. A harmadik hónap, 15. napja, azaz a hónap közepe amikor Ábrahám ünnepelt a gabonaratás első zsengének ünnepét, ami sáv volt. Ez az a nap. A szövetség megkötésének az ünnepe. Hisz sem ott, 19-es fejezetben, ezen a napon, a Sínai Hegyen megkötötte a szövetséget velük, csak olvassa végig mindenki azt a folyamatot. És akkor rájön, hogy az ugyanezen a napon történt. De nem az az egyetlen szövetség, amit ezen a napon köt. Hisz olvassuk tovább. A második, ö, bocsánat, emlékezzen csak mindenki, hogy mi történt Maseim apostolok cselekedetei második fejezetben. És eljött, mikor Sabót napja volt, minnyáján egy gyakorlattal együtt voltak. Ez Sabót, Pünkös Pentekoszt, kinek melyik szimpatikus, de ez ez a nap. Harmadik hónap közepe. És Lőn, nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szénleg zendülése, és elteli az egész házot, betöltötte ez, ahol ők ültek. Megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ülem mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan ruach hakodessel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a ruach adta nekik szólniuk. Mikor Jahúa megújította a szövetségét, Jahusa a halálával, akkor is ezzel a nappal pecsételte el azt. Hisz a kodes ruach az, ami a pecsétje ennek a szövetségnek. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek jó hírét, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a kodes ruachjával. Ezen a napon, savót napján, a megújult szövetség Get elpecsételte azzal, hogy kitöltötte a Kodes Ruachot mindazokra, akik járták ezt az utat. Akik ott voltak. Aki nem volt ott, arra nem. Aki cselekedte azt, amit ő akart, arra igen, mert az ott volt. A többi meg nem volt ott. Ugyan itt 4 harminc, 30. És meg ne szomorítjátok Elohimnek a ma Ruach ha Kodesét. Aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Ez a Kodes Ruach tehát a pecsét. 2 Korintus 1.22 Aki el is pecsételt minket, és a ruachnak zálogát adta a mi szívünkbe. A megújult szövetség pecsétje a kodes ruach. Ez a pecsét, vagy jel, ez elő fog még kerülni későbbiekben. Ez Efézus 1.13 Efézus 4.30 és 2 Korintus 1.22 a ruach ajándékai, amelyet remélhetőleg mindenki ismer, ha máshonnan nem, legalább hallott róla. Saul korintusiakhoz írt első leveléből, 12-es fejezet, mindvégig, de 1 11-ig konkrétan, felsorolja Saul a ruach ajándékait. Neumatikos, ruach béli. A kifejezés ajándékokra gondol. Egy ruha, különböző ajándékok. Kegyelmi ajándék, szolgálat, cselekedet, stb. Bölcsességbeszéde, beszéde, tudomány beszéde, hit, gyógyítás, csodatevő erő, profétálás, a lelkek megítélése, a nyelvek nemei, nyelvek magyarázása. Egy pár ezek közül. A lélek ajándékai, az első zsengék, melyeket kapunk ki a huától, hogy felhasználjuk annak gyümölcsei pedig, amit mi hozunk neki. Ezek első zsengék, hisz még ebben a testben vagyunk, ezen a világon. Ez nem a teljessége annak, amit a ruach képes nyújtani. Ez annyi, amennyit képes nyújtani egy ilyen rothadó testnek, amiben mi élünk. Ezért hát ez az eleje annak, amit képes ő adni az első zsengéje. Amikor feltámad mindenki, és a ruhák benne fog lakni, az lesz a teljessége. Ez most az ajándék, amit használ mindenki, ha használ, ha ismeri, ez az első zsengéje az ő ajándékainak. A gyümölcs, amit mi termünk, pedig az első zsengéje annak, amit mi csinálunk. 28-as versben Azután elmondja azt, hogy némelyeket rendelsel a him apostoló, nebi, profétákul tanítókul, csodatjövő erőket, gyógyítások, ajándékait, gyámolok, kormányok, nyelvek, nemeit, stb. Ezek mind a megjelenési formái ezeknek az ajándékoknak, illetve annak a rendnek, amit Jahúa elképzelt. De az az ajándék, ami tegyük fel a, a ruach, vagy a lelkek megkülönböztetése, az ne, ami is mi tudjuk azt használni, az nem a teljessége annak, amit ő képes nyújtani. Ez csak amit itt mi fel tudunk ebből használni, vagy fogni. Ezért ez az eleje az egésznek. Ez egy ízelítő magyarán, mint egy bemutatója a filmnek. Amiből lehet tudni, hogy körülbelül milyen lesz az igazi. De senki ne gondolja, hogy azok az ajándékok, amiket esetleg most használ, azt össze lehet hasonlítani azzal, ami majd abban a testben lesz, mikor a kodes ruhák benne fog lakni. Ezért hát ez az első zengéje annak. Rómaiakhoz 8, 23. Nem csak pedig, hanem maguk a ruach zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Csak egyszerűen elmondja azt, amiről most eddig szó volt. Mi birtokoljuk a ruach zsengéjét, az elejét, azt, amit lehetséges ezen a földön megtudni erről meghasználni és tapasztalni. De várjuk a megváltást, amikor valóban majd feltámadunk, és abban a testben fogunk élni, és a Kodes a ruach, és jahu a szava benne lesz a szívünkben örökké, és képzelj el majd mindenki azt, hogy az milyen lesz ehhez képest, ha ez ilyen úgy értem, hogy ha 7 milliárd ember, ha van annyi, fogalma sincs róla, hogy mit csinál, és van néhány millió, aki érti, és akkor a szakadék, akkor mi lesz akkor, amikor majd ez kiteljesedik. Érdemes eltöprengeni ezt. Első zsengék, mivel a valós újjászületés után már ezekhez nem kell a küzdelem, hanem olyanok leszünk, mint Jahusa. Nem úgy értem, hogy majd teremtünk, meg a hatalomban persze lesz különbség, de hasonlatosakká válunk hozzá. Ő az első zsenge, az első szülött, mint ahogy Izrael is az első szülött, mindenki, aki csatlakozik hozzá, az pedig a, az maga az aratás. De remélem, hogy érthető, hogy mi az, amiről szó van. Most azonban megérkezik Jahuának a dicsősége kicsiben e világra általunk. Be tudja mutatni, hogy milyen is lesz vagy lehet ne az a világ, amit ő elképzelt az emberiség számára? Ha mindenki cselekedné azt, amit akar, hogyan viszonyulnának az emberek egymáshoz és hozzá? 2 Korintus 5.2 Azért is sóhajtozunk ebben óhajtván felöltözni erre, ami mennyei hajlékunkat. Hiszen az, amiben élünk most, ez a sátor, ez a hajlék, ez lebomlik, ez eltűnik. Ez megszűnik. Ezért óhajt mindenki felöltözni azt a másik hajlékot. Évről évre, akik valóban járják Jahwa útját, azok emlékeznek az ő ígéreteire és csodálatos cselekedeteire ezen a napon is. Második vers, jubileumok könyve. És ő új áldozatokat áldozott az oltáron, első zsengéjét a termésnek, jahuának. Egy tehenet és egy keskét és egy juhot az oltáron égő áldozatként jahuának. Azok étel áldozataival és azok ita áldozataival áldozta ő az oltáron töménnel. Ezért áldozta az első zsengéjét mindennek Ábrahámia Huána. Ahogyan mi is tesszük, remélhetőleg mindennel, amit mondunk vagy teszünk az egész életmódunkkal. Visszaadjuk azt, amit tőle kapunk. Ezért mondja azt, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket, Máté 38 Lukás 38. Olvasom a a könyvét hármastól a hatosi. Jehova megjelent Ábrámnak, és mondta neki, én vagyok el, el, el sedály, jár én előttem, és légy tökéletes, és én megkötöm az én szövetségemet, én közöttem és te közötted, és én felette igen meg a És Ábrám a arcra borult, és Elohim beszélt vele, és mondta, íme az én rendelésem veled van, és te atya leszel népek sokaságának. Ez Barashi 17 1 4 -ig. Ezt persze mi nem fogjuk felolvasni, azt mindenki majd összehasonlítja szabadidejében. Amit viszont mi megnézünk, az rómaiakhoz 4. 16-tól. Azért hitből, hogy kegyelemből, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak. Figyeljen mindenki, mert el fogja mulasztani a lehetőséget, hogy megértse, hogy miről szól ez az ünnep, meg a Szövetség. Az egész magna. Nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki minnyájunknak atyánk. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. Hol van megírva a Jubilamok könyve? 15-ös fejezet, vagy Barasit 17 illetve aztán számos alkalommal később. Az előtt, az Elohim előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek előszólítja, mint meglevőket. Miről beszél? Többek közt Barashid első fejezetről, amikor az egész világot megteremtette abból, ami nem létezik, a semmiből. Szólt és le. aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz a szerint, amint megmondatod, hogy így lészen a te magod. 21-22. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, az Jahua, ő meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték neki igazságot. Erről a magról van tehát szó, ez az ígéret, hogy sok népek atyává teszlek téged. Ez volt az ígéret itt, Barasítban, és erre utal vissza Saul, hogy elmagyarázza nekik, hogy mit is jelent valójában az, hogy sok népek atyává teszlek, és hogy a te magod. Mindjárt meg fogjuk ezt is persze nézni. Héberekhez 11-12. Azért is egytől, pedig mint egy kihaltó, ki ez? Ábrahám most mondta, hogy reménység ellenére reménykedve hitte, hiszen ő már mint egy kihalt volt, elhalt. Annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Péter első levelében hármas fejezet 6 miként Sára engedelmeskedett Ábrámnak, Ábrahámnak, és gazdájának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek ti. Ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Aki jót cselekszik, és nem retteg semmi félelemtől, az azért van, mert hisz. Így lehetsz tehát Ábrahám gyermeke, és az ő magja. És így lesz ő népek vagy nemzetek sokaságának az atya. Jubileum a könyve 7-től 10-ig. Sem nem neveztetik a te neved többé, többé Ábrámnak, hanem te neved mostantól mindörökké Ábrám lesz, mert népek sokaságának atyává tettelek én téged. És én igen hatalmassá teszlek téged, és én népekké teszlek téged, és királyok származnak majd tőled. És én megalapítom az én szövetségemet én közöttem is, te közötted, és a te magad között utánad az ő nemzedékeink keresztül, nemzedékeiken keresztül egy örök szövetségként, így én leszek Elohimed neked, és a te magodnak te után. És a földet, amelyen te jövevény voltál, Hanán földjét, birtokul neked azt örökké, és én leszek az ő Elohimük. Ez az ígéret bár a sít ig elhangzik ugyanígy, ezt végtelenszer elolvastuk, szóval erről csak annyit, hogy az ígéretek azok a következők. Népek sokaságának atya, királyok származnak tőle, Kanán földje, és Elohimük lesz mindörökké. Ez a ígérete Ábrahámnak, és Ábrahám minden leszármazottjára. Gondolkozott már azon valaki, hogy minek kellett átnevezni Ábrahámot, vagy Ábrámot Ábrahámra? Vagy Szárai Csárára? Hogy mi értelme van annak? Lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni rajta, nem? Biztos nem véletlenül csinálta. 11-es vers. És a mondta Ábrahámnak és te pedig, te őrizd meg az én szövetségemet, te, és a te magod, te utánad, és körülmetéd te minden férfit te közötted, és metéd körül a te előbörödet, és ez lesz egy örökké való szövetség jele, én közöttem és te közötted. Mikor történik mindez, figyelt valaki? Nem, bemutatja az áldozatot, és megkötő a szövetséget. Barasit 17 ekkor történik. Megköti a szövetséget Ábrahámmal, megköti a szövetséget Izrael-lel. és aztán a Kodes ruhák is ezen a napon érkezik egész véletlen. 17 eh, 9 től 11-ig ez a szakasz, a 11-es, ahol leírja szó szerint ugyanezt Ábrahámnak. Figyelj mindenki azonban, hogy 9-11-ig ugye megköti a szövetséget minden férfi metéltesség ö, ö, körül. És ez a szövetségnek a jele. Ez a körülmetélés. Ez egy szövetségnek a jele. Ha Ábrahám magva, hogy megnéztük mindenki, aki hitből van, aki népek sokaságának adja, akik csatlakoznak ehhez a szövetséghez, hogyan lehetséges az, hogy nem kell, hogy a jegy rajtuk legyen, és mégis a szövetséghez tartozhatnak. Azt mondja, hogy ez a szövetségnek a jele. Szóval, ha valaki nincs ez a jel, az azt jelenti, hogy nincs rajta a szövetség jele. Akkor is, ha a szíve körül van metélve. Hisz a szív körülmetélése nélkül nincsen miről beszélni. Mindig az volt a kérdés, mint ahogy Dabarim 30-as fejezetben, a 6-os versben, és körülmetéli Jahua a te Elohimed, a te szívedet, és a te magodnak szívét. Hogy szeresd Jahuát a te Elohimedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy é. A cél mindig az volt, hogy a szív körül legyen metélve. Tízes fejezet, 16, ugyanitt, ez Dabarim. 10, 16. Metétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Úgy, hogy Saul még nem volt egy gondolat se senkinek a fejében. Hogy egyáltalán ő lesz valaha. És már a cél az volt, hogy metél körül a szívedet. Rómaiakhoz 2.28.29. Mert nem az a jahudi, aki külsőképpen az. Sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van. Érthető? Én nem vitatkozok senkivel ezen. Én tisztában vagyok azzal, hogy nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testen van. Kiszakor a nőket nem lehetne körülmetélni. Az igazi körülmetélés az a szív körülmetélése ettől függetlenül minden férfinak kötelessége fizikálisan körülmetéltetni, különben nem viseli a szövetségi jelét. hanem az az igazi, aki belsőképpen az, és a szívnek a ruhákban nem betű szerint való körülmetélése, amelynek gyícsérete nem embertől van, hanem Elohimtől van. Világ? Ez az igazi körülmetélés. Ezért mondta nekik azt, hogy metétek azért körül a szíveteket. Meg azt, hogy körülmetéli a, a szíveteket. Az egy adott dolog volt, hogy mindenkit körülmetélnek fizikálisan. A, az nem volt problematikus számukra. Különösen egy 8 napos fiúgyermek számára nem problematikus, két nap múlva elfelejti az egészet. Soha többet nem emlékszik rá. De a szív körülmetélése az egy életen át tartó munka. Az igazi körülmetélés tehát az a tora követése, amely a tisztátalanságot eltávolítja az emberről. A körülmetélés ezt jelenti. Egy tisztátalan dolgot levág az emberről, ahogyan a tora eltávolítja a tisztátalanságot az emberről. Ettől még a testi tisztátalanságot el kell távolítani, hisz attól még az az. És ez egy lépés a, a, spirituális tisztátalanság eltávolítása és a fizikális tisztátalanság eltávolításában. A körülmetélés. Így jár kéz a kézben a spirituális és a fizikális. Galatákhoz 6 -13. Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt. Szóval mi a probléma? Hogy nem tartják meg a törvényt. Ez Saul írja a Galácia beliekhez hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek, hogy elmondhassák azt, hogy nézd, ez is azért metélkedett körül, mert mi csináljuk a dolgunkat, meg stb. De a problémája Saulnak nem az, hogy körülmetélik az embert. A probléma az, hogy nincs összhangban az, amit mondanak, és amit csinálnak. Martin, meg tudsz ülni egy helyen? Légy szíves. Köszi. Az okozza a problémát Saulnak, hogy nincs összhangban a kettő. Nem maga a rendtartás, nem a körülmetélés a probléma. Hanem az, hogy amit csinálnak és amit mondanak, az nincs összhangban. A viselkedés a probléma. 12. Ez jubilámok könyve. És a gyermeket a nyolcadik napon te körülmetél. Minden férfit a ti nemzedékeiteken át, azt, aki született a házban, vagy akit ti pénzen vásároltatok bármi idegentől, akit ti megszereztetek, ki nem a te magodból való. Barasi 17-12 ez. Mindenkit. A ikra 12 3 3. 8 ég napon pedig meték, körül a férfi testének előből itt ez a fiú gyermek, aki megszületett. Nem volt 1243-44 villám gyorsan. Ez a pénzár rendtartása. Egy idegen származású se egyen abból. Ki az idegen az, aki nem követi Izrael rendtartását. Akárkinek is pénzen vett szolgálja, akkor egyik abból, ha körülmetéled, csak akkor. 48-49. És ha jövővény tartózkodik nálad, és Pészákat akarnak készíteni Jahuának, mert körül minden férfia. És úgy foghat annak készítéséhez. És legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körülmetéletlen se egyik abból. Egy törvénye vagy rendelkezése legyen tora ott születetnek és a jövevénynek, akik közöttetek tartózkodik. Feltűnt az, hogy a jövevényt nem a nyolcadik napon metélték körül, hanem akkor, amikor felébredt, és eldöntötte, hogy ő csatlakozni akar a szövetséghez. Felnőttként csatlakozik, nem? Hisz a döntést, aki meghozza, az azt feltételező, hogy képes egyáltalán átgondolni, hogy az mivel jár. Magyarán mindegy, hogy mikor metélik körül. Ez mindig is így volt. Nem? Persze, ezt feltételezi. Aki nem születik bele Izraelbe, az kicsi a valószínűsége, hogy a nyolcadik napon körülmet élik. De amikor csatlakozni akar, akkor kénytelen lesz. Ez már akkor is be volt építve a torába ez a lehetőség. Hogyha valaki csatlakozni akar, amikor észreztér, megcsinálja ezt. A lényeg az, hogy amennyiben része akar lenni a szövetségnek, akkor meg kell azt cselekednie. Marti, vissza tudsz sétálni a házba. Szépen fölállsz, majd megindulsz, kinyitod az ajtót, menjél, állj föl. 13. Jubilámok könyve. És az, ki születik a te házadban, bizonyosan körülmetéltessék, és azok, kiket te vettél pénzen, körülmetéltessenek, és az én szövetségem a te testedben lesz örökké való rendelkezésként. Barasit 17-13. És a körülmetéletlen férfi, aki nincs körülmetélve előbőrének testében a nyolcadik napon, az a nefes, vágata, az a lélek, amit mond, de ez nefes, ugyanis Barasit 17-14-ből ez kiderül. Vágatta si ki az ő népéből, mert ő megszegte az én szövetségemet. Még egyszer, Gondolkozom mindenképpen a következőn. Az Ábrahámmal kötött szövetségre hivatkozva akarunk tagjai lenni a királyságnak és a a családjának. Mondván, hogy mi a hitből származunk és Ábrahám gyermekei vagyunk, nem? De nem kötelező számunkra ezen szövetség jegyét viselni. Az olyan furcsa elgondolás, hogy benne akarunk lenni a szövetségbe, aminek egyértelmű feltételei vannak, de mi mégse cselekedjük meg azt. Jakazikiel 44, így ír. Jakazikiel 40-től 44-ig, ha valaki esetleg nem tudná leírja a harmadik templomot, a királyságot, úgy, ahogyan az áldozati rendszer, a papság és minden, ami, ami annak része ott lesz. 40-től 48-ig. Az Ez 44 6-tól 7-ig. Mondjad a lázadónak, ez pártos Izrael házának, így szólja Elohim, elég legyen immár nektek minden utálatosságtok Izrael házak. Mikor idegeneket, körülmetéletlen szívűeket és körülmetéletlen testűeket engedtetek bemenni. Mindenki, aki körülmetéletlen szívű, az egy idegen. Ugyanúgy, aki körülmetéletlen testű, az egy idegen. Engedtetek bemenni, hogy a külön válaszot helyemen legyenek. Még dás, hogy megfertőztessék azt, az én házamat, mikor áldozatra fölvittétek a kenyeremet, a kövérséget a vért, ekkor megtörtétek az én szövetségemet minden utálatosságtokon felül. Brit, szövetség, frigy. Azzal, hogy körülmetéletlen szívű vagy körülmetéletlen testű emberek közelednek hozzá, az megtöri a frigyet. Az egy utálatosság számára. Ugyanaz az utálatosság, amellyel találkozunk 18 a 18-22-ben, illetve 20-13-ban, amikor beszél az azonos neműek közti kapcsolatról. Vagy Szodoma és Gomorra kapcsán beszél arról, hogy, hogy bá, utálatosság. Útálatosság, Ez a jelenség. Mind a kettő. 9-es aztán ugyanitt. Így szólja Hú Elohim, senki idegen, körülmetéletlen szívű, és körülmetéletlen testű be ne menjen az én külön választott helyemre, mint azon idegenek közül, akik Izrael fiai között vannak. Aki köztük van, figyeljen mindenki, aki köztük van, és nincs körülmetélve, az nem része az ő szövetségének. Hisz nem tudja megtartani a Pesachot, ami kötelező. Érthető? Nem azt mondja, hogy ott lődörögnek majd emberek, akik körülmetéletlen testűek, és a részei az ő családjának. Aki körülmetéletlen testű, az nem lehet része az ő családjának, már csak ha abból indulunk ki, ami ránk vonatkozik. Hisz a fizikális körülmetélés nélkül ott senki nem fog tudni részt venni a Pesachon, ami azt jelenti, hogy kivágattatik az ő népe közül. Hisz ha valaki nem megy el az ünnepre, az egyszerűen csak így jár. Magyarán szóval nem kell, hogy leírja, hogy a pogányok így úgy amúgy, amellett, hogy leírt a számos alkalommal. Itt van. Nem tudsz bemenni oda anélkül, hogy a szíved és a tested körül ne legyen metélve. Jó? Csak azért próbálok ennyi időt ezen eltölteni, mert ez mindig felmerül, hogy kötelező, vagy kell -e nekünk, vagy nem -e kell. Én még mindig várom azt a napot, amikor valaki előáll egy normális magyarázata, hogy vajon miért nem kell. Amikor Jahu azt mondja, vagy Jahu Sámosíák, hogy nekünk ez nem kell. De addig ezeket nehéz szerintem figyelmen kívül hagyni. 23, és az én népemet tanítsák, kik ezek a papság, a léviták, akik ott lesznek, hogy mi a különbség a külön választott, és mi a különbség a tisztátalan között, meg a tiszta között, meg a profán, a közönséges között. Erre való a papság ismertessék meg velük a különbséget. A különválasztott és a profán között. A profán nem mehet be a miktásba. azt akarom mondani, hogy aki nincs körülmetélve, az egy útálatosság, vagy, vagy, az profán, vagy akármi. Nem ez a lényeg. A törekvés a lényeg, ami az emberben van. 15. És Elohim mondta Ábrahámnak. Szárai pedig a te felesége. Az ő neve nem hívatik többé Szárainak, hanem Sára, vagy Szára lesz az ő neve. Most ezért tettem fel a kérdést. Barasít 17.15 15 ez. Ennyit lehet, hogy megmutatok, aztán megfejtjük. Barasít 17-15. Szárai volt, szárai ez sin, ami itt egy S res, jod. A, valójában a ö, szár szó az herceg, ebből ennek a verziója női, a szárai, meg végül is a, a szara, mint a, a, az az angol név szara a különbség az kicserélte, ugye azt mindenki látja a jódot egy helyre. Így a rest követi egy hely. Ábrahám mm. esetében, hogyha kivesszük a helyt, ami balról a második, Abram, oda is egy H betű került a res mögé. Res az egy fej, a hely az egy kinyilatkoztatás. Szóval a vezető kinyilatkoztatása lett ez a két ember egyszerűen csak ezáltal. Jodhé, Vavhé, Jahú a neve, amelyben van két hely, Az egyik Ábrahám nevében, a másik Sára nevében, hisz a vezető kinyilatkoztatja magát ezen a két emberen keresztül. Ábrahám egyébként Alef, az erő, Bet, a ház, Res, a fej hely az ember felemelt kézzel, nem pedig a víz. Magyarul az erős ház vezetője kinyilatkoztatásának a folyama. Ábrahám. Ahogy az erős ház vezetője, a kinyilatkoztatja magát a világnak ezen az emberen keresztül, ahogyan a víz folyik. Ez Ábrahám. Ezért kellett a hely a nevükbe. Az egyiket a sajátjából Ábraháméba tette, a másikat pedig Sáráéba hogy kinyilatkoztassa magát ezen a két emberen keresztül az egész világnak azután. Ezért nevezte át őket. Jövőlem a könyve 16-tól 19-ig, ami, ami megfelel Beresid 17-16-tól 19-ig. És én megáldom őt, és adok neked egy fiút általa, ez szára által Ábrahámnak, és én megáldom azt. És egy nemzetté válik, egy nemzetté válik. És nemzetek királyai származnak attól. És Ábrahám arcra borult, és örvendezett. És azt mondta az ő szívében. Emlékszem, mikor arról volt szó a nevetésről, hogy Ábrahám is nevetett. Mikor ezt mondta Jahua Azonban ez a szó jelenti azt is, hogy örvendezett. Ugyanis jubilamok könyve így fordítja, hogy örvendezik. Vagy jól érzi magát. Nevet. Míg... Szóval lehet, hogy ez volt a különbség közte és, és szara között, hogy ő így ő örvendezve nevetett, míg, míg sára kételkedve talán, de ki tudja. Most ha csak azért mondom, mert itt oly egyértelmű, hisz jubilamok könyve azt mondja, hogy Örvendezett. Az angol kifejezés is az mellesleg, hogy rejoice, örvendezett. Megnézhetjük a Káldit, de mindenhol azt fogják írni, hogy nevetett. Ez nem kell. Jó. Vajon születhet fia annak, aki száz esztendős, és vajon Szara, aki 90 esztendős szülhet-e? Erről ír Saul az elé, reménytelenség ellenére reménykedett, és hogy az, aki már kihalt, az annak lett egy magja. És Ábrahám mondta Elohimnek, ó, bárcsak Ismael élhetne te előtted. És Elohim mondta, igen, és Szara szintén fog szülni neked egy fiút, és te fogod hívni az ő védni És én megalapítom az én szövetségemet vele, egy örökkévaló szövetséget, és az ő magjával ő utána. Az ő magjával. És Khak azt jelenti nevetés, ami a H6711 Szak szóból származik, amit megtárgyaltunk már oly sokszor. Ugyanis mindenki nevetett. Nevetett Ábrahám, nevetett Sára, vagy Szara. És aztán újra nevettek, mikor megszületett. Ezért hívják iszhák. És az egész születését ez a jókedv, meg öröm és nevetés az, ami körülvette. Rómaiakhoz 9-7. Sem nem minnyáján fiak, kik Ábrahám magvából való, hanem iszhákban neveztetik neked a te magot. Azaz nem a testnek fiai, Elohim fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul. Itt Hak az ígéret fia, és az ő fiai a mag. Mert ígéretnek beszéde ez, ez időtájban eljövök, és szarának fia lesz. Ez jubilamok könyve 16, ha jól emlékszem, úgyhogy ez az még a jövő számunkra itt. De 16-os ugyanebben a fejezetben. Annak okáért tehát nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a környörülő Elohimé. Annak okáért, akin akar, könyörül. Akit pedig akar, megkeményít. Galatákhoz 3.15 Testvérek vagy atyámfiai, ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testamentumát senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről. És a te magodnak, aki Mashiach, aki Izhák, Jakob, Dávid, és többi leszármazott lett később. Ezek az örökösök. Ez a mag, ez az ígéret, amiről beszél Elohim, jubileumok könyve 15-ös fejezetben, a szövetség megkötésének napján. Akik viselik ezt a jegyet, akik körül vannak metélve szívben és testben. Ez a ma. Teljesen mindegy, hogy, hogy hova született. Hisz a jövővény is csatlakozhatott ehhez a szövetséghez. Mindegy, hogy kinek születtél, Jahusha Hamasiachban egy mindenki. a szövetség apáról fiúra száll. Nemzedékről nemzedékre. Megújul évről évre. Ezen a napon. De ez atyáról fiúra száll. Ahogyan megtanítja. Hisz mit mond? Gyakoroljad ezekben a te fiaidet és szólj ezekről, mikor a házadban ülsz, az úton jársz, mikor lefekszel, és amikor felkelsz hogy másképp menne a szövetség apáról fiúra, ha tanítja meg neki azt. Így jutott el Ábrahám, Iszkák, Jakób, Dávid, aztán József, fennkeresztül keresztül Jahusaham a siákon át, mindenkihez, akihez ő el akarta juttatni. De nem lehet megtörni a szövetséget. Érthető, hogy... Na mindegy, mindjárt eljutunk oda. Huszas. és Ismael felől én szintén hallottalak téged, és íme én megáldom őt, és hatalmassá teszem, és velette nagyon megsokasítom. És ő nemz 12 herceget, és én teszem őt nagy nemzetté. Barasít 17-20, ugyanezt elmondja Ábrahámnak, de Barasit 25, és ott is 13-tól 16-ig, az, ahol ez is teljesedik. Ezek is már fiainak nevei, nevük, nemzetségük szerint. Első szülött ez Nebajot, aztán Kedar, Ab, Adbel, Mipsa, misma Duma, Masa, Hadar, témája, és Kedma. Ez 12, ezek is már fiai, és ezek azoknak nevei, udvaraiban, falvaiban, 12 fejedelem az ő nemzetségük szerint. 12. Szi, 12 gyermeke lett, ezzel beteljesedett az ígéret, amit Jahua ígért vele kapcsolatban Ábrahámnak. Hogy értem, ezt is elintézzük, de az ígéret az a szarán keresztül érkezik. És nem Hegáról. 21-től 24-ig könyve, ami Beresít 17, 21-től egészen 27-ig. De az én szövetségem, én megalapítom, hogy ez Chaka, akit Sarah szül neked. Ezekben a napokban, a következő évben. Ezekben a napokban. M mely napokban? A hónap közepén, a harmadik hónapban. Befejezte a beszélgetést vele, és Elohim felment Ábrahámtól nem lenne az meglepő, nem ha ezen a napon születne. Biztos nem úgy volt vele, hogy csak egy random napon fog majd megszületni. Azt mondta, hogy ezekben a napokban a következő évben. Szóval megfogan három hónap múlva kb. és megszületik ugyanezeken a napokon egy év múlva. Amikor megköti a szövetséget Ábrahámmal a harmadik hónap közepén. Sabót napján, mikor megadta neki a körülmetélkedés jegyét, mint a szövetséget. Hmm. Meg a kodás ruákot nekünk, meg a sínai hegyen a szövetségét Izraelnek. Mert ő nem csinál semmit, csak úgy, hogy most egy random napon lesz valami. Befejezte a beszélgetést vele, és Elohim felment Ábrahámtól. Most a kérdés az, hogy ki volt ez az Elohim, nem? Jahua, az atya? És Ábrahám cselekedett az szerint, amint Elohim mondta neki, és ő fogta Ismaelt, az ő fiát, és mindazokat, akik születtek az ő házában, és akiket ő vásárolt az ő pénzén. Minden férfit az ő házában, és körülmetélte előbőrük testét. És ugyanazon a napon Ábrahám körülmetéltetett, és az ő házának minden férfia, és mindazok, akiket pénzen vásárolt, a jövevények gyermekeitől körülmetéltettek ő vele. Első zsenge ünnepe a hónap közepén. Bemutatja az áldozatot, és megjelenik Jahua, mikor bemutatja az áldozatot. Elkezdi magyarázni neki ezeket a dolgokat, megbeszélik ezt az egészet, és aztán ugyanazon a napon még körül is metélkedik, meg az egész háza népe. Nem gondolkozott, meg... Érted, -e, mit mondani akarok? Nem az volt, hogy oh, várjál már, hogy gondoljam át, meg még egy kicsit barangolunk itt, azt majd utána megcsináljuk. Úgy volt vele, hogy uff, na gyerünk, akkor egy év múlva születik a gyerekem, szóval csináljuk meg, mert azt mondta. Nem, mire várja? Ezt akarja, úgyhogy úgyis ez lesz vagy most, vagy később, oly mindegy. 21-től 27-ig tart ez, Barasi 17. Van egy másik, amit meg akartam mutatni. Mm. Én érdekesek találtam. Ez Jahusá vagy Józsui ötös fejezet. Ki ez? Jah Jahusá, ha? Vagy Józsui. Ez időben mondta Jahua nak Ez Jahusá. Jotévav sin Ain, Jehusa. Csinálj magadnak kőkéseket és másodszor is metél körül Izrael fiait. Micsodát? A férfi testük előbőrét. Fizikálisan Jahusa körülmetéli őket, mielőtt bemennek az ígéret földjére, nem? És csinálja Jahusa magának kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait, körülmet érte, a körülmetéletlenség halmán, ez a hely neve, ahol körülmetélte. Mielőtt bementek az ígéret földjére, Körül kellett metélni őket. És az egész véletlenül Jahusa volt az, aki elvégezte. Itt fizikálisan. A mi esetünkben pedig spirituálisan ő az, aki elvégzi a szív körülmetérését, és bevezet minket az ígéret földjére, ami a királyság, nem? Enélkül senki nem fog bejutni oda. Hisz nem ment be senki, aki nem volt körülmetélve ezért kellett újra körülmetén mindenkit. Miért? Azt leírja itt később. Az oka, miért körülmetén, azért, mert meghalt mindenki, aki körül volt metélve, de ők ezt nem tanították meg nekik. Nem mehettek be az ígéret földjére anélkül, hogy ez megtörtént volna. Én nem hiszem, hogy ő megváltozott út közben, és a következőre meg be lehet majd menni. Természetes, ahogyan Saul leírta az imént, a szív körülmetélése az igazi. Ezért küldte el az ő fiát, akit Jahusának hívtak, hogy metélje körül a szívünket, és bemehessünk oda, amivel együtt jár a test körülmetélése. Ennek a példázata volt ez néhány ezer éve korábban. Ami még akkor nem tűnt olyan nagy dolognak szerintük, de mára, mint ahogy az most kiderült, milyen nagyszerű tudni. Máté, Máté 19, 17 19-ig. Csak azért, hogy jahusa körülmet éli a szívünke. Miről szól ez? Mi jó, cselekedjem, hogy az örök életet megnyerjem, ha? Azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ezért említettem egy negyed órája, vagy fél órája, hogy a tora az, ami körülmetéli az ember szívét, ami a tisztátalanságot le fogja arról majd metszegetni. Mint ahogy a szőlőről lemetszik a karcsokat, stb. meg fizikálisan körülmetélik az ember. Jahusa megmutatja, hogy hogyan kell bejutni az ígéret földjére. Körülmetélni a szívet azt jelenti, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Nem kell sokat meditálni azon, hogy mit ért ez alatt. Nem? Azt érti ez alatt, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? El is mondja. tisztelt atyádat, anyádat. Szeres fele barátodat, mint te magad. Ne tégy tanúbiz hamis tanúbizonságot. Ne ő, ne parázálkodj, hogy ne lopj. Vissza viszi őket az eredeti torához, hogy megértse, hogy ez a feladat. Az, hogy nincs ott néhány, az nem azt jelenti, hogy az nem fontos. Az csak azt jelenti, hogy nem volt hely, hogy leírja, meg ideje, hogy elmondja, elsorolja újra mindet? Minek? Ölösleges. Tudta, hogy miről van szó. Azt mondta, hogy jó, én ezeket tudom, hogy miről beszélsz. Nem, a, nem arra gondolsz hogy hú, ezt az ötöt csinálom. Tudta, hogy miről van szó. Ó, ez a torára gondol ez az ember. Persze, én azt csinálom már régóta. Erre mondta azt, hogy jó, oké, nincs gond, de van még egy. Lukács 10, 25, 26, nagyjából ugyanez, egy másik karakter, de... Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elvehessem? Ennek azt mondja, hogy a törvényben mi van megírva, mint olvasott. Mit mond ez az ember? Szeretsz Jahuát a Telohimedet. Te teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. De Berim 6 4 9 -ig. És ha te fele barátod, mint te magadat. Vagy 3 19-18. Nem mondja azt, hogy ne őj, ne lop, ne csaj mert ez a kettőben összefoglaltatik az egész törvény. Szeresd a huát, szeresd fele barátodat. Ha őt szereted, azt fogod csinálni, amit ő leírt úgy, ahogy ő azt leírta. Nem? És úgy fogod szeretni fele barátodat, ahogyan ő azt leírta. Nem kell, hogy elsorolja az összest. Ő az, aki vezet minket be a királyságba. Azáltal, hogy megmutatja az utat hogy mutatja meg, hogy ő azt csinálja, és azt mondja. Már 10-18. Jahusa pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak? Kérdés ugye az, jó, Tarintó Kálosz, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Azt mondja, hogy a parancsolatokat tudod? Megint csak azt mondja neki, ne paráznák, hogy ne öl, ne lop, hamis tanúbizonságot ne tégy, kárt ne tégy, tisztelt atyádat és anyádat. Mi az, hogy kárt ne tégy? nincs is olyan parancsolat, hogy kárt ne tégy. De ezek szerint van, nem? Érdemes utána nézni, hogy mi az, hogy kárt ne tégy. De ez a karakter tudta, hogy mi az, mert azt mondta, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva. De a tíz parancsolatban nincs olyan, hogy kárt ne tégy. Mindig a Tóra szerint cselekedett. Így vezet be minket az ígéret földjére Jahusá Hamasiák. Körülmetéli a mi szívünket, eltávolítja tisztátalanságainkat az ő áldozata révén, és ezáltal készek vagyunk belépni oda, ha követjük az ő nyomdokait. Azt tanította, és hagyta meg a tanítványainak, ami Elohim szerint helyes. Ez pedig a tora. Azért, mert ez a szövetségnek a feltétel rendszere. Ne gondolja senki, hogy Ábrahám azt csinált, amit akart, csak el kellett hinnie, hogy neki gyereke lesz majd. Nem így van aki a szerint él, ami a tora, az körülmetélt szívű, és testű lesz egyszer. Részese a szövetségnek, és az áldásoknak. Aki nem, az pedig az ellenkezője. Mindenki, aki része szeretne lenni e háznak, melyiknek, amit Ábrahám által kijelent Elohim, az erős ház vezetőjének kinyilatkoztatása, Ábrahám, aki része akar lenni ennek a háznak, cselekednie kell, köteles cselekedni az alapító szövetségét. Egyszerűen csak nem lehet másképp hozzá tartozni az kéz. Hogy is tartozhatnék hozzá, ha nem csinálom azt, amit ő csinál? Azért őt választotta ki, és mutatta meg neki a jegyet, hogy ez egyszerűen csak így van, örökre így van, nem egy ideig, vagy, vagy mit tudom én, amíg valaki kitalálja, hogy hogy lehet ezt körüljárni. Örökre, ez így van, mindörökké, nemzedékről nemzedékre, a generációkon át, mindig. Így van. Ha nem, ha valaki nem cselekszi ezt, akkor az a folyamat megszakad. Azzal az emberrel. És a ház nem épül tovább ott. És ők kivettetik onnan, mint ahogy a követ kivették a leprás házból, és kidobták a városon kívül. A ház nem tud épülni, azzal megszakad ez a láncola. Az apa, amely nem tanítja meg a fiának a torát, az megszakítja ezt a láncot, és nem része tovább a háznak és a szövetségnek. Sem ő, sem aki utána következik. Ebbe a hibába esett bele eh, Izrael. Ez a kötelességünk, hogy vigyük az igazságot tovább, nemzedékről nemzedékre. Ezért vagyunk itt a Földön. Júbilam könyve 25. De hát ő ezt mondja itt. Ez a tora, instrukció, útmutatás, minden nemzedékek számára örökké. És nincsen megmásítása a napoknak. És nincsen egyetlen napnak az elhagyása sem a nyolc napból. Mert ez egy örökké való rendelkezés. Rendeltetett és iratott az égi táblákon. Azt hiszi valaki, hogy le van írva az égi táblákon? és közben megváltozott, mégis, hogy az csak egy ideig, és csak hogy néznek ki azok a táblák ott akkor? Hogy van egy ide vonatkozik, utána egy oda, úgy mint ahogy az én jegyzeteim, hogy így át van nyilazva, hogy ú, ez nem ide, hanem oda, nem hiszem. Nincsen megmásítása a napoknak. 26. És mindenki, aki születik, ki előbőrének testen nem metéltetik körül a nyolcadik napon, nem tartozik a szövetség gyermekeihez, melyet Jahuá Ábrahámmal kötött, hanem a pusztulás gyermekeihez. Sem nincsen továbbá azon jel, ott, egy jel, hogy ő Jahuáé, hanem eltöröltessék, és elpusztítassék a földről, és vágattassék ki a földről, mert ő megszegte Jahua Elohimünk szövetségét. Vissza fogunk kanyarodni Jahusá vagy Józsué 5 fejezethez, ez 6-7. Mert 40 esztendeig jártak észre elfélye a pusztában, mi alatt elemésztették a hadakozó férfiak egész népsége, aki Misraimból kijött, mert nem hallgattak Jahua szavára. Akiknek megesküt Jahua, hogy nem láttatja meg velük a földet, amely felől megesküt vala Jahua az ő atyáiknak. Kik, kik, az ő atyáik? Erről van szó. Ábrahám, mindvégig, És Jakob, hogy nekünk adja azt teljel és mézzel folyó földet. Fiaikat állította vala azért a helyükbe, ezeket mert körül Jahusa vagy Józsui, mert körülmetéletlenek voltak. Mivel, hogy nem metélék körül őket az útban. De mégis kegyelmet tanúsított, nem? Mégsem azt mondta, hogy nyolc naposan nem voltál körülmetélve, hisz akkor az egészet el kellett volna törölni. Úgyhogy nem mindig azt csinálja, amit mond. Ez nem azt jelenti, hogy hazudik. A kegyelem az, ami lehetővé teszi számára azt, hogy ne azt csinálja, amit mondott. Nem azért, mert nem tudja megcsinálni, hanem azért, mert ő ilyen. Ő kegyelmes. Mert ő jó indulattal és jó szándékkal és jó akarattal tekint ránk mindig. És emlékszik arra, hogy az ember ostoba. Hogy hiába való, és hogy minden gondolatunk az csak folyamatosan a gonoszságon jár. Mégis megadja a lehetőséget. Mint ahogy itt nekik. Hát akkor nem hasonló a helyzet ahhoz, amit Jahusával csinált utána, mikor elküldte újra ugyanahoz a néphez, hogy metélje körül az ő szívüket, és az ő áldozatával eltörölje az előzőt, és lehetőséget adjon nekik, hogy belépjenek az igazi ígéret földjére, ami az ezer éves királyság, majd az örök királyság. 52.1. Serkeny föl, serkeny föl, öltözd fel erősséged egy Cion, öltözd fel égességed ruháiba. Jerusalém külön választott város, mert nem lépte belé többé körülmetéletlen tisztátalan. Ez a jövő. Jeremiás 6.10 Kinek szóljak, és kiket kérjek, hogy hallják? Íme az ő fülük körülmetéletlen, és nem figyelhetnek. Íme jahú a szava utálatosságá lett előttük. Nem gyönyörködnek abban. Körülmetéletlen lesz az ember füle, ha nem figyel arra, amit ő mond. Ez a körülmetéletlen egyszerűen csak tisztátalant jelent. Spirituális értelemben. Bűnt, vétket, törvényszegést, lázadást, elfordulást tőle. Mindenki, aki ilyen, az körülmetéletlen. Szóval miért akarna valaki fizikálisan körülmetéletlen lenni? az mindezeket a negatív dolgokat reprezentálja. Soha semmi, ami pozitív, ami jó, ami hasznos, az nem kapcsolódik ahhoz, hogy körülmetéletlen. Szóval minek akarna bárki is az lenni? Ez olyan, mint a disznóevés. Semmi pozitív nincs abban. Semmi. Szóval akkor minek akarnám azt csinálni? Telekednünk kell Jahua akaratát, ahogyan a juhok követik a juhászt. Amit mond, ahogyan akarja, amikor, akkor. Jeremiás 9. 25 26 -ig. Íme eljönnek a napok, azt mondja Jahua, és megfenyítek minden körülmetélkedettet a körülmetéletlenekkel együtt. Egyiptomot, Judát, Edomot, Ammon fiait, Moabot és mindazokat, akik... Ezt nem tudom, nyírat is de máshol másról beszél. Ehm, pillanat. Hát igen, nyírat fejűről beszél itt, de se baj. A pusztában laknak, mert mindez nemzet körülmetéletlen, és Izraelnek egész háza is körülmetéletlen szívű. Szóval ezek a népek, akiket felsorol, ezek körülmetéletlen testűek, de Izrael háza körülmetéletlen szívű is, hisz Júda körülmetéletlen testű. De Izrael háza körülmetéletlen szívű is. Ő eszélyen csak ezt nem szereti, ezt a jelenséget. Olyannyira, hogy apostolok 7-es fejezetben Stefán meg is ismétli ezt. Kemény, nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Ti mindenkor a kores ruáknak ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. Ez egy idézet a tanáhból, de azért mondja el nekik, mert ők is ilyenek. Szóval még mindig az a probléma, hogy körülmetéletlen szívű és fülű az ember. De ezek szerint ez így volt a tanáhban is, hisz onnan idéz. Mindig is ez volt a problémája. A körülmetéletlen szív. A jegy ott Yahuah Torájának követése, ami fizikálisan a körülmetélés. Aki ezt nem cselekszik, azon nincs rajta. Ez a jegy. Emlékszik valaki még ilyen jegyre az írásokból? Ha nem, akkor ja, az IKL 9-es fejezetben ezt írja. És mondja, jó ahol neki menj át a város közepén. Jerusalem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak, és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. Ez az utálatosság. Mi, mi az az utálatosság, amit cselekedtek? A bűn. Az, hogy nem követték a torát. Emlékszik arra bárki, hogy Lót, az igaz Lót volt az, aki sóhajtozott? amikor látta a rengeteg bűnt, ami szodoma és gomora, az igaz embert utálja azt, hogy viselkedik a világ. De a jegy, ami megkülönböztette az embereket, az az volt, hogy valaki követte a torát, valaki pedig nem. Nem ment, vala, nem ment az a malák, vagy akárki is rajzolt oda egy jegyet. Legalábbis fizikálisan nem kell. És amazoknak mondá, az én hallásomban egy ment, aki rajzolta a jegyet, hat ment, aki ölt, szóval hét, mint ahogy a menóra. Van három ága, van egy középen. És amazoknak mondá az én hallásomban, menjetek át a városon ő utána, és vágjátok, ne kedvezzen a, a ti szemetek, és ne szállakozzatok. Vénet, ipjat, szüzet, gyereket, asszonyokat, őjetek, meg mindegy lábig. De azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek. És az én házamban kezdjétek ezt el. Sőt. A hazon, jelenések könyve 9-es fejezet, 3-as. Megnyílik ugye a mélység kútja. Füstből kijönnek a sáskák a földre, és hatalmuk van, mint ahogy a föld skorpióinak. És megmondaték azoknak, hogy a földnek füvét ne bántsák, semmi zöld előtt, se élő fát, hanem csak azokat az embereket bántsák, akiknek homlokukon nincsen Elohimnek pecsétje, vagy ez a jel. De berém hat. Ja, az Nikiel esetén a homlokán volt az embereknek a jel, de ez így van nál is. Ez ma is így van egyébként, bármilyen hihetetlen. Ez minden korokon át így volt. Aki csinálta azt, ami helyes, annak volt a homlokán ez a jel. Miért? Minden héten felolvassuk, hogy miért. Meg elmondjuk inkább már. És ez igék, amelyeket te mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. Kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötől a te szemeid között. Világos? Az ő parancsolatai, amit az ember cselekszik, és benne hordoz az elméjében, ami ez a jel. És ez a jegy. Ezek közül egy a körülmetélés. 27. Mert mind a jelenlét malachiai, és mind a különválasztás malachiai így teremtettek. Hogy? Körülmetélten? Ki tudja? De arról beszél, hisz arról van szó mindvégig. Azt mondja, hogy így teremtettek. Az ő teremtésük napjától fogva. És a jelenlét malachiai előtt, és a különválasztás malachiai előtt, ő különválasztotta Izraelt, hogy ő vele legyenek, és az ő különválasztott angyalaival. A tora? Elohim egész családjára vonatkozik. Úgy az égire, ahogyan a földre. Hiszen egy napon a kettő egyesül itt a földön az örök királyságban. Benihá Elohim, Elohim gyermekei, az a malachim, akire beszél jobb, más, első fejezet, második fejezet. Ők egyszerűen csak így teremtettek. Hogy most fizikál, hogy körül, nem is beszéltünk arról, hogy fizikálisan élt, de egyszerűen csak körülmetét. Nem? De arról van szó, hogy hogy, nem tudom. De a lényeg az, Hogyha ők így vannak, és így lesznek benne a királyságban, akkor ne tudom elképzelni, hogy mi bármi más módon be fogunk tudni jutni oda. 28-29. Nekik nem feltétlen kell körül, mert hiszen nem fizikálisak. Szóval nem beszélhetünk arról, hogy egy angyalnak fizikálisan körül kell metélkezni. Valószínűleg nem, nem, hisz spirituális. De nekünk igen, mert mi fizikálisak vagyunk. Mi nem tudjuk ezt megkerülni, nekünk meg kell csinálni, meg kell fürdeni minden nap, vagy legalábbis rel relatíve gyakorisággal ahhoz, hogy az életet lehessen bonyolítani normális mederben. Enni kell újra és újra, nekik kell, mit tudom én, fogat kell mosniuk, nem tudom. De nekünk igen, mert mi ebben a testben vagyunk, szóval ránk is vonatkozik az, ami rájuk, csak ebben a dimenzióban. Parancsol meg észre a gyermekeinek és őriztes meg velük, Eme szövetség jelét az ő nemzedékeik számára örökké való rendelkezésként, és ők nem vágattatnak ki a földről. Mert a parancsolat rendeltetett egy szövetségként, hogy ők megőrizzék azt mind észre minden gyermekei között. De 29 29.9. Figyelj mindenki, milyen érdekes ez. Nekem én érdekesnek találtam. Tartsátok meg azért a szövetségnek igényt, és az szerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben. Persze, hát ehhez emlékezzük el arra, amit itt olvastunk. Őriztes meg velük eme szövetségi jelét, nemzedékeik számára, örökké való rende, hogy ne vágattassanak ki. Mert ez egy szövetség, hogy ők megőrizzék azt mind Izrael és Elohim között. Szóval tartsd meg a szövetség igényt. Azt szerint cselekedj, és szerencsés a szem mindenbe, amint azt cselekszed. 19-es ugyanígy. És ha lehet, aki hallja az esküvéses kötésnek igéit, és boldognak állítja magát az ő szívében. Ezt mondván, békességem lesz nekem, ha a szívem gondolata szerint járok, hogy a részeg és a szomjas együtt veszene. Nem akar majd Jahua annak megbocsátani, sőt felgerjed akkor Jahuának haragja és búsulása az ilyen ember ellen. És rászáll arra minden átok, amely meg van írva egy könyvben, és eltölli Jahua annak nevét az ég alól. Szóval 24. Azt fogják majd kérdezni a népek, miért cselekedett Jahua így ezzel a földdel? Micsoda nagy felgerjedése ez a haragna? És ezt mondják majd. Azért, mert elhagyták Jahuának az ő atyáik Elohimének szövetségét. 29 a titkok jahuai, a mi Elohimké. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk, és a mi fiainké mindörökké, hogy a Tórának minden igéjét beteljesítsük. Ez az, amire figyelmezteti őket. Ez egy örökké való parancsolat. Ha ezt csinálod, szuper lesz. Ha nem, akkor úgy fognak rátekinteni az emberek, mint Szodomra, meg Gomorára. Mi történhetett itt? Mit csinálhatott ez az ember? 30. Mert ismert és az ő gyermekeit, az ő testvéreit, és Szaut, és Aut, Jahua nem indította, hogy őt megközelítsék. Őket nem választotta, bár ők gyermekei Ábrahámnak, mert ő ismerte azokat. Hogy ismerte azokat? Hanem ő választotta Izraelt, hogy legyenek az ő népe, Leírja, hogy hogy ismerte őket. Például Ámos, vagy Ámos. Hármas helyzet, kettő. Csak titeket választottalak magamnak-e földnek minden nemzetségei közül? Azért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Malakiás. Egy. Kettő, három. Szerettelek titeket, mondja Jahua. És azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem atyafia fia vala Hesza és a Jákobnak? Azt mondja Jahua, én Jákobot pedig szerettem, és a útva szót pedig gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokébe. Rómaiakhoz 93. Miképpen meg van írva, Jákobot szerettem, egy szót pedig gyűlöltem. Zsoltára 7.10. Nem is tudom, hogy 7.10 lesz. Szűnjék meg, Kérlek, a gonoszok rosszassága vagy gonossága is erősíts meg az igazat. Mert az igaz Elohim vizsgálja meg a szíveket és veséket. Jahua megvizsgálja az ember szívét. Jahua előre tudja, hogy mi fog történni. Hogy az ember mit fog választani. És megszervezi életünket úgy, hogy kihozza belőlünk azt, ami a szívünkben van. Nem ő az, aki minket félrevezet hanem saját gondos szívünk az, és az ostoba elménk meg gondolataink. Ő ismerte ezeket az embereket, hogy ők ilyenek lesznek, ezért nem őket választotta. Milyen katasztrofális lett volna, hogyha mégis őket választja, nem? Az fél úton kiderül, hogy ez nem jött be. Érthető? Neki tudnia kell előre, hogy mi fog történni. Nem ő veszi rá az embereket, hogy azt csinálják, amit csinál. De anélkül, hogy tudná előre, hogy mi lesz, ő ugyan arra lenne kárhoztatva, mint mi. Próbálkozik, elbukik, próbálkozik, elbukik. Nem? Milyen Elohim az? 31-32 És ő külön választotta azt, és összegyűjtötte ez Izrael. az emberek minden gyermekei közül. Mert sok nép létezik, és sok emberek, és mind az övé, és mindegyik fölé helyezett ruachokat hatalomban, hogy vezessék azokat félre tőle. Minden nemzet fölé helyezett egy felsőbb hatalmi rendszer, akik félrefele vezetik azt tőle. De ez nem azt jelenti, hogy nekik nincs esélyük megtalálni őt. De egy Iszrael fölé ő ki nem jelölt egy malákot vagy ruachot sem, mert ő egyedül az ő uralkodójuk ő kiválasztotta magának ezt a népet, hogy ő vezeti majd ezt a történelem során. A többit rábízta egyebekre. Ő fogja őket őrizni, és számon kéri az ő malájai és az ő ruákjai kezén, és minden hatalmasságok kezén, hogy ő őrizze őket, és megáldja őket, és hogy ők legyenek az övéi, és ő azokéi mostantól mindörökké. De pedig 32.8.9.12. Mikor a felséges örökséget osztott a népeknek, el eljön. Mikor szétválasztál az emberek fiait, megszabta a népek határait, Izrael a száma szerint? Megáprilag úgy tűnik, hogy ez ezt mondja. De a Septuaginta nem ezt mondja, ezt már néztük korábban hanem ő azt mondja, hogy Elohim angyalainak száma szerint. Ez itt Angelos, Theos, Elohim angyalai. Angya, hírvívő vagy követ. Felosztotta a népeket Elohim angyalainak száma szerint. Azokat rábízta azokra, ő megvezeti ezt. Mit mondott nekik, hogy nem azért választottak meg ti vagytok a legtöbben, hanem mert a legkevesebben voltatok, vagy olyan nagyszerűek voltatok. Kiválasztotta a legkevesebbet, és megmutatja mindenkinek, hogy ő meg tudja csinálni azt, hogy az ember őt fogja követni minden primitiség ellenére. Megtanítja majd azt, szeretni és járni az ő instrukcióiban. Ez a cél. Annak ellenére, hogy mennyire primitívek vagyunk az angyalokhoz képest. Hogy ők erre nem voltak képesek, akik nem voltak képesek. Pusztán földön találta ő. Ja, bocsánat. Mert Jahuának része az ő népe. Jákób neki sorsa jutott öröksége. Puszt földön találta valahogy Zordon sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészként felrebelőn sars. Fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, tollain emeli őket. Egy maga vezette őt, Jahua. Idegen Elohim nem volt ő vele a célja az ezeknek a videóknak, hogy demonstráljam azt, hogy jubileumok könyve az egy nagyszerű kiegészítés a kánonhoz számunkra. Extra információt megtudunk belőle, és az elmúlt 15 fejezetet persze lehetett volna részletesebben is tárgyalni, de mi még nem találtunk olyat, ami ellent annak, ami a megszokott. Szóval mindenki csak egész nyugodtan olvasgassa, és akkor valószínűleg közelebb fogunk jutni az igazsághoz. 14-4 Nem tudják-e mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, Jahua segíts és Jahuát segítségül nem hívják? Nem szereti azt, hogyha az ő népét bárki ö, bántja. Aztán ezt megismétli 53-as Zsoltár, 5-6. nincs értelem a hamisságnak cselekvőiben, akik az én népemet megeszik, mint a kenyeret ennének, akik Elohimet segítségül nem hívják. Felfedezte már valaki a következőt, ez Jeremiás 12-es fejezet 14-től, hogy milyen érdekes dolgot mond Jahua. Ezt mondja Jahua minden én gonosz szomszédom felől. Kik ezek a szomszédok? Moab, Amon, Edom stb. A Jöfperisteusok, a akik hozzányúlnak az én örökségemhez, ki az Izrael, amelyet örökségül adtam az én népemnek, a föld. Íme én kigyomlálom őket az ő földjükből, és Jehuda házát, és kigyomlálom közülük. Ezt mondja a környező népekhez, nem? Nekem is azt írta. És azután, ha kigyomlálom őket, ismét könyörülök rajtuk. Iket? Mindenkit. Könyörül újra rajtuk. Visszahozom őket, kit, kit az örökségébe, kit, kit az ő földjére. Ez így ilyen 47-es fejező 22-23, mikor visszaérnek és szétosztják a földet újra. De az érdekes, ez csak most következik. És ha megtanulják az én népemnek utait, kik? A környező népek? Ha megtanulják az én népemnek utait, a más népek, Más népek megtanulják az én népemnek utait, és az én nevemre esküsznek. Él, jahua. Amint megtanították népemet megesküdni bárra, majd akkor felépülnek az én népem között. Szóval bárki csatlakozhat. Itt van csak leírva. Ha nem hallgatnak meg, akkor meg kigyomlálom azt a népet, és elvesztem, azt mondja Jahua. Ez mind végig ezek a dolgok itt voltak leírva. Meg kell tanulni az ő népének utait, az ő nevét, azt cselekedni, amit ő akar, és akkor ott élhetsz köztük. Nem? Majd akkor felépülsz a népem között. Kiválasztott magának egy népet a Földön, hogy legyen az az ő serege itt, akikkel végrehajtja akaratát, és helyreállítja az igazságot és a rendet. Befejezésű 33 34. És most kijelentem én neked, hogy Izrael gyermekei nem maradnak igazak ehhez a rendelkezéshez, ez a körülmetélés. És ők nem fogják körülmetélni az ő fiaikat ezen torának, vagy instrukciónak megfelelően. Mert az ő testük körülmetélésében ők el fogják hagyni az ő fiai körülmetélését, és mindannyian Beliál fiai, ők hagyják majd az ő fiaikat körülmetéletlenül, ahogy azok születtek. Nem az, hogy hagyják, hát Kihozta őket Egyiptomból? Már nem csinálták. Abban a percen, mikor elindultak onnan. Már azt ők el is felejtették. Elfelejtettek ők mindent. Az ünnepeket, a sabátot, a sabát éveket, a jubileum éveket, mindent. Azért, mert volt egy egyszerűbb út. Az, amit eltanultak azoktól, akik ott voltak körülöttük. Miközben most olvastuk, hogy fordítva kellett volna, hogy legyen. Hogy azok eltanulják tőlük, és csatlakoznak hozzájuk. Nem mi tanuljuk el, azoktól, akiket ismerünk. Neki kéne tanulni tőlünk, nem nekünk tőlük. És hatalmas harag lesz Jahuától Izrael gyermekei ellen, mert azok elhagyták az ő szövetségét, és elfordultak az ő szavától, és ingerelték, és káromolták őt, mivel ők nem őrizték meg rendelkezését a Tórának. Valaki nem csinálja azt, amit ő mondott, az csak egyszerűen káromolja az ő nevét. Ez... Ö... Euh, 15 fejezet. 4 Mózes 15. 29. Mert ők férfi a többi népekhez hasonlóan bántak. Így tehát ők kiüzetnek és kivágtattak a földről. És nem lesz többé bocsánat vagy kegyelem számukra minden bűnért ezen örökké való eltévejedésnek. Zárszónak annyit, hogy Jahó a késedelmes a haragra. Jahua a hosszú tűrő. És a megbocsá bűnt, véket, törvényszegést, ez ízig le. De amikor betelik a pohár, akkor nem érdemes ott időzni sokat, ahol az lesújt majd. Tisztában van gyengeségeinkkel, és ezért türelmes. Kialakított egy életvitelt számunkra az ő szava, Jahusáham által, és emlékeztet minket ismételten arra, hogy elképzelhetetlen világ vár minket, amennyiben kitartunk ez az ünnep is egy ilyen emlékeztető. Hogy ne feledjük, hogy Jahua a mi atyánk. Tesszalonikaiakhoz írt első levél, négyes fejezet így szól. Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk nektek a gazda Jahusa által, mert ez az Elohim akarata, hogy ti külön választottál egyetek. Hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Hogy mindenitek külön választottságban és tisztességben tudja bírni a maga edényét. Nem kívánság gerjedelmével, mint a népek, akik nem ismerik elohime. Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atya fiát. Mert bosszút áll, jahu a mindezekért amint előbb is mondottuk nektek, és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem külön választottságra hívott el minket Elohim. Aki azért megveti, nem embert vet meg, hanem Elohimet, aki Ruach Hakodest is közlévelünk. velünk. Halleluja. Köszönet, hála és dicsőség a és a folytatjuk majdnem egy hét múlva. Akkor viszont Lukács könyvével, addig is halleluja!